estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákkal foglalkozunk. A füles bagoly az év madara. Ezen alkalomból tematikus napot tartottak a Sukorói Vadmadárkórházban, melynek fénypontjaként egy gyógyult szárnyast vissza is engedtek a természetbe. És ez a két fül, ez nem egyforma magasságban, egy picit eltérnek egymástól, ugye? Miről lehet felismerni, mivel táplálkozik, hol fordul elő gyakran, és milyen veszélyek leselkednek rá az ember lakta területeken? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kapott a közönség a szombat délutáni programon. A Vadmadárkórházban még azt is megmutatták, hogyan lehet befogni egy sérült példányt pokróccal vagy kabáttal, hogy ő ne sérüljön és segítőjét se tudja megsérteni. Amikor egy sérült ragadozó madarat találunk például az útszélén, akkor nagyon fontos azzal tisztában lenni, hogy a ragadozó madaraknak tűhegyes karmuk van, és csőrük, amivel tudnak sérülést okozni. Az ő sérülésük ellenére tudnak védekezni, akár támadni is, és emiatt nagyon óvatosan kell bánni velük, vigyáznunk kell magunkra, miközben vigyázunk a madárra is. Érdemes egy pokrócot vagy kabátot rádobni a madárra, és utána ezzel megfogva egy szellőző nyílásokkal ellátott papírdobozba helyezni, és úgy szállítani a mentőhelyre a madárkórházba. A kabát azért fontos, mert a madár nyugodtabb, ha nem lát maga körül semmit, és ezt a kabáttal tudjuk elérni, illetve biztonságosabban tudjuk fölemelni a madarat akkor, hogyha a kabátba be van csomagolva, és így tudunk védekezni a karmával okozott sérülés ellen. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szavazást indított, melyben a füles kovikra, az uráli bagolyra és az erdei füles bagolyra lehetett szavazni. A természetbarát közösség az utóbbira szavazott a legnagyobb számban, így lett az év madara. A tematikus nap során a füles bagyot előadásokon keresztül közelebbről is megismerhették a Sukorói Vadmadárkórházban. Mi az, amivel segíthetünk rajta? Milyen odukat, illetve fészkeket lehet kihelyezni neki, illetve az, hogy az életmódja milyen rejtett, és hogy milyen apró dolgokkal lehet segíteni, hogyha odafigyelünk, vagy illetve már úgy gondolkozunk, hogy itt lehet itt esetleg erdei füles bagolyt megtelepíteni. A macska bagolyjal együtt ők a leggyakoribb bagolyfélénk, úgyhogy a pusztáktól kezdve az erdős részeket egyaránt szeretik. Igazából a legfontosabb az, hogy mivel nem építenek fészket, ezért elhagyott leginkább varjú vagy szarka fészkekbe tudják berakni a tojásaikat, és hát ahol fészkelésre alkalmas helyet találnak, az mind megfelelő lett számukra, ugyanis rágcsálókkal, leginkább pockokkal, egerekkel táplálkoznak. Nyilván ugye a mezőgazdasági területek környékén is rendkívül sok ez a pocok állomány. Vannak ugye olyan évek, amikor ez gradáció erősebbé válik, olyankor még nagyobb számban tudják akár a fiókáikat is nevelni, nagyobb sikerességgel tudják repíteni a fiókákat. A szerencsés véletlennek hála egy erdei füles bagoly pont a természetbe visszaengedésre várt. Tavaly került be a Vadmadárkórházba, és egy komplex rehabilitációnak köszönhetően visszatérhet a vadonba. Tavaly érkezett hozzánk szántöréssel, egy karcsontörése volt, tökéletesen gyógyult, és ezért a mai napon szabadon tudjuk engedni. A szántörésekről, a szántcsonttörésekről azt kell tudni, ezek talán a legizgalmasabb és a legnehezebb törései a madaraknak, hiszen hogyha egy picit is rendellenes szögben rögzülnek a csontok, akkor már ez nem lesz egy röpképes madár. A gyógyításnak az első része értelemszerűen a csontok rögzítése, ez úgynevezett velőrszegezéssel, tehát vékony, pici kis kötőtűszerű implantátumok beépítésével történik, ezben van egy 2-3 hónapig a madár szárnyába, addig viszonylag kis helyen lehet, vagy kell tartani. Aztán, amikor ezeket az implantátunkat eltávolítottuk, akkor mehet különböző, egyre nagyobb és nagyobb röpdékbe. Először egyedül, aztán csoportosan, aztán megtanul a többiekkel együtt élni, aztán megtanul vadászni, elkerül a provértesehez, Gáborhoz egy önálló röpdébe, ahol megtanul már élő zsákmányt is ejteni, megtanulja többiekkel a kommunikációt, megtanulja a kapcsolattartást, megvédeni magát, és azt is meg kell neki tanítani, hogy féljen az embertől, hiszen egy barátságos állatot utána könnyen meg lehetne fogni. Ezen a folyamaton ment ő is keresztül, mint minden madarunk, és a mai napon visszatért ide a kórházba, hogy a rendezvény keretében elengedhessük. A sikeres rehabilitáció és visszavadítás után pedig készen állt arra, hogy visszatérjen a természetbe. Így nem volt más hátra, egy utolsó búcsú gondozóitól, a közönségtől, és már repült is vissza a vadonba, hogy újra otthonának tudja azt. Szia!
cél a családi kapcsolatok megerősítése. A Széna Egyesület pályázatot hirdet 2020. februárjában a házasság hete alkalmából. A nyerteseket egy közös élménnyel ajándékozzák meg. Hogyan ismerkedtek meg a szüleid, mikor és hol kezdődött az ő történetük? Pályázatot hirdet a Fehérvári Széna Egyesület a házasság hete közelettével. A családi kapcsolatok megerősítése a cél. Az egyesületünk az idén fogja betölteni a 25. születésnapját, és erre az évre külön programokkal készültünk. És úgy gondoltuk, hogy egyik legfontosabb az, hogy a házasságokat és a párkapcsolatokat megtámogatni, és ezért is fontosnak tartjuk, hogy a házasság hetét így külön kiemelt programként kezeljük. Tavaly már elindult erre egy kezdeményezés, ahol randevúzni kértük fel a párokat, legalábbis azt kellett dokumentálniuk, hogy hogyan tudnak kettesben tölteni időt, és erről kellett fotót küldeni. Ez alapján volt egy nyertesünk, amit akkor egy vacsorával díjaztak, és együtt eltölthettek újra egy kellemes estét. Az idén egy kicsit más, az idén szerettük volna a családokra tenni a fókuszt, és a gyerekeket is bevonni, ezért most a 8 és 20 év közötti gyerekeket próbáljuk megszólítani, hogy a szüleiknek kérdezzék, beszélgessenek róla, hogy házasodtak össze, milyen körülmények voltak, hogy szerettek egymásba, és ezek a szép emlékek valószínűleg a szülőkben is nagyon kellemes gondolatokat fognak előhozni, és igazából ezt kérjük, hogy dokumentálják a gyerekek, vagy rajzzal, vagy fotóval esetleg, és akkor ezt, hogyha beküldik február 7-ig, akkor egy sorsoláson fognak részt venni, és szerencsére már sok támogató partner csatlakozott ehhez a felhíváshoz, úgyhogy lehet közös családi bowlingozásban részt venni, lehet esetleg majd még reméljük, hogy mozinézésben is majd esetleg részt venni, csónakázásra is kaptunk felajánlást közös családi programként. Tehát igazából az a lényeg, hogy közösen családilag tudjanak egy jó kis élménnyel gyarapodni. Meddig és hova küldhetik be azokat a kis műveket, hogyha lehet így mondani, amiket hát majd otthon elkészít? Február 7-én délig fogjuk várni ezeket az alkotásokat, vagy amiket készítettek, és a szenaegyesület@gmail.com-ra szeretnénk kérni. A Facebookon is fogunk indítani még egy kampányt, úgyhogy ott is majd fent lesznek az információk és az adatok, hogy hova lehet beküldeni. Van esetleg más kritérium itt a korosztályon kívül, illetve azon kívül, hogy lehet rajzolni, esetleg verset írni, történetet írni, ilyet is előnybe részesítenek majd, vagy megvan azért egy kicsit kötve itt a kezük azoknak, akik majd elkészítik ezeket a kis rajzok? Nem, az alkotás azt igazából azért mondtuk, hogy lehet fotót is akár, meg lehet ezt a rajzolni, vagy tehát ami a gyerkőchöz közelebb áll, vagy a gyermekhez, vagy az ifjúhoz, mert azért a 20 éves ott már egész komoly kor lehet, és tavaly is volt nagyon idős házas párunk, akik jelentkeztek, úgyhogy elég széles a skála, lehet jelentkezni, és tényleg várjuk, hogy felhívjuk a figyelmet, mert ez a lényeg, hogy a házasság intézménye az fontos és jó, mert családoknak az alapkövét teszi le igazából. A pályázatokat a képernyőn látható elérhetőségre február 7-én pénteken 12 óráig lehet beküldeni. A nyeremények kisorsolása a házasság hetében lesz. A beküldött pályázatok egy részét február 9-e és 16-a között teszik közzé a Széna Egyesület Facebook oldalán. A holokauszt emléknapján mutatták be a Létezés eufóriája című filmet. Az esten Szabó Erika rendező és Kovács Klaudia operatőr is Székesfehérváron vendégeskedett. A Venszi konferencia emléknapján mutatták be Székesfehérváron Szabó Réka a Létezés eufóriája című filmjét. A formabontó alkotás Fahid Éva története, aki 20 évesen egyedül jött haza Auschwitz-Birkenauból, ahol 49 családtagját ölték meg, köztük anyját, apját és kisugát. 90 évesen felkérést kap, hogy életében először lépjen színpadra, és szerepeljen egy róla szóló táncszínházi előadásban. Fantasztikus, hogy milyen szellemi bölcsességgel, ugyanakkor fantasztikus empátiával, fizikális képességekkel és érzékenységgel van közöttünk, és humorral. Őt szerettem volna mindenkinek megmutatni.
ahogy Fahid Évát és Cuhorka Emesét megmutatja, abban jószerivel harmadikként ön is részt vesz mindenféle értelemben és módon. Hogyan lehet ezt úgy hitelessé tenni, hogy a kívülálló a köznapi ember számára is megérthető legyen, hogy mi minden történt Évával, és mi minden történt Emese és Éva között? Engem lenyűgözött az, hogy az Éva hogyan bánik a saját traumájával, hogy egyszerűen folyamatos kapcsolatban van vele, és nem egy bemerevedett szerepben, áldozati szerepben van, hanem folyamatosan elemzi, és próbál számot adni az érzéseiről. Ezért az első pillanattól fogva világos volt, hogy nem egy monodrámát szeretnék vele csinálni, hanem párbeszédbe szeretném őt hozni egy fiatallal. És innentől kezdve, ami a próba folyamatban történt, és amit a film is bemutat, tulajdonképpen arról szól, hogy ez a két ember, akik 60 év távlatából próbálnak egymás bőrébe belebújni, egymás sorsát megérteni, egymás személyiségéhez közel kerülni, hogyan történik ez a folyamat. És hát a vége azt hiszem, hogy egészen csodálatos, amennyire közel kerülnek egymáshoz. Kell, hogy szó essék a Sóvirágról, hiszen az előadás előbb született, amelyet szintén rendezett. Most az a kettősség mindenképpen tetten érhető, hogy egy rendezést filmen bemutatni, az egy különleges pillanat. Igazából a film az nem maga az előadás, tehát az előadás az egy kész mű, amit 95-ször játszottunk el idáig a színpadon. A filmben viszont magát a próba folyamatot mutatjuk be, és azt a folyamatot, amin nap mint nap átmentünk ahhoz, hogy eljussunk az előadás megszületéséig, és azok az első pillanatok jelennek ott meg, amikor először mondódnak ki mondatok, amikor először történnek meg érintések, amikor először látjuk reagálni mondjuk Emesét Évára, vagy Évát Emesére. Úgyhogy teljesen más tulajdonképpen a kettő, bár és hát ebben a próba folyamatnak a feldolgozásában valóban a filmes eszközök mind ott álltak a rendelkezésünkre, ahogy mondja, sokkal szabadabban lehetett bánni dolgokkal, asszociációs lehetőségekkel, dramaturgiával. A kivételes filmet Kovács Klaudia egy ízig-vérig mai fiatal fényképezte, aki olyan eszközrendszerrel él, amely abszolút hitelesen mutatja be a holokauszt túlélő hölgy és egy fiatal táncos duettjét. Az egész úgy, ahogy van a témáját tekintve, a nőiség, a traumafeldolgozás, a holokauszt, az identitásnak egyáltalán a kérdése, nem tudom, az így annyira szervesen illeszkedett az életem minden területére, hogy igazándiból ez egy folyamat része volt, ami bennem is egy érettségi fokot így elért, és akkor valahogy ezt az ember megpróbálja ugye vizuálisan visszaadni az adott projektnek megfelelően, ami ebben az esetben egy szeretett projekt, mert hogy annyira sok mindent kaptam ettől a csapattól, hogy ez mindig az életem része marad, meg a mai napig igazándiból ők is az életem része, tehát hogy így meghatározó szerepet játszanak, mint nők, mint emberek, így az életemben. Tehát nem csak a film maga, hanem maga a stáb is. Aki ezt a filmet megnézi, azt látja, hogy egymásra talált a két ember, Fahid Éva, Cuhorka Emese, ön, Szabó Erika, mindannyian. Milyen volt ez a munkafolyamat? Eufórikus. Eufórikus és viharos is. És szerintem katartikus is. Szóval nagyon sokféle érzés volt benne, semmiképpen sem hétköznapi, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy így óriási hullámokban mozgott ez az egész projekt. Szabó Réka úgy fogalmazott, fontossá vált, hogy valahogy ezt a tanúságtételt maradandóvá tegye, rögzítse, és minél többekhez eljuttassa. Mert Éva lénye olyan, hogy abban minél több embernek meg kéne mártóznia. Elhihetjük neki, megértjük őt, hiszen maradandót hozott létre, s tette ezt gondoskodó szeretettel. Február 2-a időjósló nap a népi hagyomány szerint. Ehhez kapcsolódott az idei első asszonyműhely a Rácz utcában. Készülnek a mackómintás neszesszerek, nagy a sürgésforgás a kézművesek házában. A résztvevők között van, aki már nem először kapcsolódik be a foglalkozásokba. Összemel pár alkalommal eljöttem ide varni, és nagyon megtetszett, amiket készítenek a hölgyek. Párnát vartunk, neszeszert,
karácsonyi díszeket, és gondoltam, hogy kikapcsolódásképp eljárok ebbe a klubba varrogatni, mert mindig tanulunk valami újabb technikát, és hát egyszer majd otthon is megpróbálom egyedül megcsinálni. Rendszeresen járok ide, mert nagyon jó közösségi élmény is együtt varni, otthon is szoktam, és mindig kapunk új ötleteket, technikákat, mindig sok segítséget a megvalósításhoz, és nagyon szeretünk ide járni mindannyian. Ám hiába a sok részvétel az elkészítés során, így is számos nehézség akadt. Ránézésre nagyon egyszerű, de azért a részletekbe bújik meg a nehézség, úgyhogy megtanuljuk itt is a technikákat, és sikerülni fog a délutánra elkészíteni. Az asszonyműhely szombaton tartotta idei első szakkörét, ahol február 2-ára készültek a hölgyek. Minden hónapban összegyűlünk, és ünnepek előtt meg különösen, és próbálunk az évszaknak megfelelően egy kicsit aktualitásokat kitalálni a lányoknak, asszonyoknak, hogy mit varjanak. Ezért próbáltunk ma egy kis medve alakú neszeszert varni, mivel hát ugye közeledik a medvenap, és ilyenkor januárban az ember ezt találja ki. Nem csak a rendszeres látogatóknak, a kevésbé gyakorlott kézműveskedőknek is készültek a szervezők. Készítettem egy kicsit nehezebbet, egy kicsit könnyebbet, hogy hogyan tűzzenek a cipzárbevarrás most különösebben. Arra fektettünk nagyobb hangsúlyt, úgyhogy most azt próbáljuk megtanulni. És mégis mi ennek a folyamata? Hogyan is néz ki ennek a készítése? Hát először is kiszabjuk, ugye letűzik a darabokat, és akkor, amikor megvan a macis neszinek az eleje, meg a háta, meg az alja, úgyhogy mindent kézzel varrunk most a mai nap, akkor szépen ezt a három darabot összevarják, és akkor kézzel beravarjuk a cipzárt, és így elkészül. Február első hétvégéje sem telik eseménytelenül a Rácz utcában. Ekkor ugyanis medvenapra várják a családokat a szervezők, délelőtt 10-től egészen délután 4 óráig. Kézműveseink készültek, és mindenki a saját profiljába, gyöngyfűzés, csuhézás, textilmunkák, mindenki kitalált valaki meglepetést, amivel szeretettel várjuk a családokat ezen alkalommal is, és úgyhogy mi is próbálunk most is erre készülni. Összegyűjtöttük az otthon lévő általunk készített, vagy a gyerekeink régi maciát, és ezeket próbáljuk kiállítani, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. A szombati kézműves foglalkozás tehát az időjárás jósló naphoz kapcsolódik majd. A népi hagyomány szerint ugyanis gyertyaszentelő napján a barna medve, ha kijön a barlangjából és meglátja az árnyékát, visszabújik és alszik tovább, mert még sokáig tart a tél. Azonban, ha borús az idő, kint marad és hamarosan megérkezik a tavasz. Kilencedik alkalommal rendezték meg a ciszterci diáknapokat. A tanulók leginkább idén is az osztályviadal döntőjét várták. Ügyességi játékok, kvíz, tánc és kampány. Ilyen és ehhez hasonló feladatok vártak a diákokra a múlt hét során a Ciszterci Szent István gimnáziumban. A diáknapok programdömpingje várt a fiatalokra és nevelőikre egyaránt. Idén már a 9. Ciszterci diáknapok rendezvényét ünnepeljük, idén egész hetes a rendezvénysorozatunk, és ugye ez a diákokért, a diákoknak és a diákok által szervezett programokról szól, amelyek természetesen a csúcspontja az az osztályviadal döntő és a királyválasztás. Két napon vagyunk túl, hétfőn elkezdődtek a Ki mit tuddal, ahol bemutatkozhattak a diákok különböző produkciókkal, amit a kicsiknek szerveztünk, tehát az alsóbb évfolyamoknak szerveztünk kézműves programokat, illetve egyéb ügyességi programokat. A tegnapi napon már az osztályéneklés zajlott, amikor minden osztály megmutathatta az éneklő tudását, hangszeres kísérete, természetesen az egész osztály és az osztályfőnöknek a részvételével. Ott az volt a fő programszámunk, és a mai napon pedig már az osztályviadalok kezdődnek el. A szerdai napon a diákviadalok kezdetére csatlakozott be stábunk, ahol minden osztály összecsapott az év folyamával, hogy a pénteki döntőbe kerülhessen. Igen, ez az a hét, amit a legjobban várunk az év alatt, az év során. Igazából az egész egy nagy buli. Rengeteg programunk van, az egyik ez az osztályviadal, ahol éppen állunk. Mindegyik évfolyam megküzd egymással, hogy pénteken a nagy döntőbe összeméresse az erejét, és ez fantasztikus érzés, és nagyon élvezzük. Egy
Ez pedig már a pénteki nagy döntő. 4 csapat szerezte meg a lehetőséget, hogy küzdjön az évosztálya címért. Név szerint a 11. C, a 10. A, a 9. C és a 8. A osztály bizonyíthatott a döntőben. Ami tegnap nagyon örültünk, hogy mi jutottunk be végre, mert tavaly meg tavaly előtt sajnos nem sikerült. A versengés jó hangulatban telt nem csak a döntő során, hanem az egész hét folyamán. A siker egyik titka, hogy a hét programjainak kitalálásában a diákok is részt vettek. Az egész iskola összekovácsolása a cél, ami azért nem egy könnyű feladat, de az, hogy egy hétig úgy érezzük magunkat, mintha nem is iskolába járnánk, azaz lazán hozzáállva tényleg csak bulizzunk. A célt el is érte a szervezés, a pénteki döntőre mindenki feloldódott. Azért ez elég fárasztó 5 nap volt, de nagyon megéri, mert akkora hangulat van, ugye egy van kötve az osztályviadók a kampánya, ez még nagyobb hangulatot ad az egésznek, és ez egész, az összes évfolyam meg van mozgatva itt mindig, és annyira jó, hogy egy közösségi összetartó erőt mutatkozik meg ilyenkor, és ez nagyon fontos a diákok számára. Én nagyon jól éreztem magam, nagyon sokat kampányoltunk, segítettünk egymásnak, és tényleg még jobban összekovácsolódtunk az osztállyal. A jó hangulatú vetélkedésben joggal érdemelte ki a 8. A az évosztálya címet. Fejér megyében már tombol az influenza járvány, folyamatosan nő a megbetegedések száma, a kórházban már a látogatási tilalmat is bevezették. A vírusbetegség csak tünetileg kezelhető, bizonyos esetekben akár súlyos szövődmények is felléphetnek. A legfontosabb a megelőzés. A kórház bejáratain tábla jelzi, hogy látogatási tilalom van. Ez azokra az osztályokra, részlegekre érvényes, ahol fekvőbeteg ellátás zajlik. Viszont a járóbeteg ellátás folyamatos. Hogy az ő védelmükben mit tesz a kórház, a Szrejber István orvosigazgatótól kérdezem. És ugye szót kell ejtenünk a kórházban dolgozókról, hiszen talán ők vannak kitéve a legnagyobb veszélye, hiszen rengeteg emberrel találkoznak napi szinten. Igen, köszöntöm a nézőket. Valóban a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban is az elmúlt hét péntekétől általános látogatási tilalom lépett életbe. A fekvőbeteg osztályokra vonatkozik természetesen. Tehát a járóbeteg ellátás keretében az ambuláns szakrendelők ugyanúgy működnek, ahogy az év többi napján. Nagyon fontos természetesen, ez a rendelkezés a betegek védelmébe lépett életbe, hogy a legyengült szervezetű beteg szervezetek ne fertőződhessenek még egy influenza vírussal, ami esetleg gátolja a gyógyulásukat. Természetesen a dolgozóinkat jó előre felkészítettük, hiszen az oltás az szinte kötelező az intézet dolgozói számára, hogy védjék magukat, tudjanak dolgozni ilyen járványidőszakban is. És mellette a Szent György Kórházban elmondhatjuk, hogy nagyon jó a higién és felszerelés, hiszen minden kórterembe, vizsgálóba olyan kézmosó berendezések vannak, amelyek használata megint csak kötelező minden dolgozónk számára, amivel megint csak a különböző fertőzéseket védjük. És persze ez az általános látogatási tilalom nem vonatkozik a gyerekeket kísérő szülőkre, és sajnálatos esetben, ha olyan súlyos állapotú beteg fekszik a kórházba, természetesen engedéllyel az osztályvezetők adnak ilyen engedélyt, és meg is adják minden esetben, hogy a hozzátartozók meglátogathassák az ilyen súlyos állapotú beteget, szeretteiket. És mellette természetesen, hogyha bármilyen szükséglet adódik, személy szükséglet, akkor azt mindenki megkaphatja, hiszen ha jelzi a hozzátartozójának, a főportákon, 2 főporta van a kórházunknál, leadják a csomagot, azonnal oda kerül az érintetthez, és ezek alapján nem szenvedhetnek hiányt, ilyen tilalmi időszakban sem. És nagyon fontos persze, hogy lehetőség szerint minél többen előzzék meg a vírusos megbetegedést, ezért nagyon fontos, ez mindenki számára hasznos, hogy otthon megfelelő folyadékfogyasztás mellett
egészséges táplálkozás mellett gyümölcsök, zöldségek fogyasztásával, megfelelő öltözködéssel lehetőség szerint minimalizálják a megbetegedés lehetőségét, de ha megjelennek a legapróbb tünetek, hőemelkedés, láz, orrfolyás, akkor azonnal próbálják házi körülmények között gyógyítani magukat, nem kell feltétlenül antibiotikumra gondolni, de a lázat azt csillapítani kell, otthon is lehet. Nyilván, ha közösségből pár nap távolmaradás lehetséges, az gyorsítani szokta a gyógyulást, és ilyen esetben akkor kisebb esély adódik arra, hogy akár orvoshoz kelljen fordulni, vagy kórházi ellátás szükségessé váljon. Nagyon szépen köszönöm. Ahogy tehát hallhattuk az elmúlt percekben, lehetséges, hogy megelőzzük az influenzát még járvány idején is. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!